Az új pácienseink sokszor panaszkodnak arra, hogy a korábbi gyökérkezeléseik nagyon rossz élményekkel jártak számukra, ezért egy picit szeretnék arról beszélni, hogy nálunk miért nem kell félni a gyökérkezeléstől. A gyökérkezelés a panaszos fog megmentésére szolgáló beavatkozás, melyre több okból is szükség lehet, például nagyon mély szubasodás, baleseti fogsérülés vagy fogelhalás miatt. A gyökérkezelés során eltávolítjuk a fogbelet és a fog gyökereit speciális gyökértömőanyaggal látjuk el. A kezelés megkezdése előtt több irányú röntgen, vagy szükség esetén háromdimenziós CT felvételt készítünk, aminek segítségével meghatározzuk a fog anatómiáját, feltérképezzük a gyökereit, a gyökércsatorna rendszerét, és részletekbe menően megtervezzük a kezelés folyamatát. Már a kezelés előtt nagyon odafigyelünk a fájdalommentességre. Ízesített felületi érzéstelenítő gélt és egy nagyon vékony tűt használunk, ezáltal is minimálisra csökkentjük az okozott kellemetlenséget. A gyökérkezelés során mindenképpen használunk kofferdem gumiizolálást. A kofferdem egy gumilepedő, amit fémkapocsal rögzítünk a kezelendő fogra. Ezzel az eszközzel izoláljuk a kezelendő területet a szájüreg többi részétől. Megakadályozzuk, hogy baktériumok kerüljenek a fogba, illetve, hogy a kezelés során használt fertőtlenítők és kisebb műszerek bejussanak a szájüregbe. A kezelés során a legmodernebb eszközparkot biztosítjuk. Kollégáink nagyítás alatt végzik a beavatkozásokat, ezáltal egy még precízebb munkavégzést valósítanak meg. A gyökércsatornák hosszát egy digitális, nagyon pontos mérőműszerrel határozzuk meg. A fertőtlenítést a nemzetközi protokollaknak megfelelően ultrahangos aktiválással egészítjük ki. A gyökércsatornák teljes preparációját és fertőtlenítését követően a gyökereket gyökértömő anyaggal, a fog koronai részét pedig hosszú távú idéglenes fedőtöméssel látjuk el.